Ez az első alapítványi bál a Vasvári Pál Gimnázium életében, és az a célunk, hogy a bál bevételéből egyrészt a tantermeket felújítsuk, másrészt pedig kültéri, beltéri bútorokkal tegyük egy kicsit kényelmesebbé a vasváris diákok életét. Nagyon erőteljes volt a szülők támogatása, megdöbbentően nagyvonalúak voltak. Egyrészt a téglajegyek vásárlásával nagyon komoly összeget tudtunk összeszámolni. Ezen kívül nagyon gáláns tombola ajándékokat hoztak, úgyhogy reméljük valamennyit majd örömmel a tombola vásárlás után vissza is nyernek. Az a szándékunk, hogy hagyományt teremtünk az alapítványi bál rendezésével, és minden elkövetkező tanévben, amennyiben szülői támogatást kapunk, megrendezzük ezt az alapítványi bált. Azt mondta itt a köszöntőjében, hogy több mint 30 évvel ezelőtt járt itt az iskolában. Milyen érzés volt most visszajönni? Elmondhatatlan. Én vasváris vagyok. Itt kezdtem, és itt is fejeztem be. Gyakorlatilag nem találom a szavakat. Nagy boldogság volt. Az élet hozta így, hogy nem jártam az iskolába, de csoda. Milyen emlékeket, milyen tudást, milyen alapokat adott önnek ez a gimnázium? Ja, hát erre csak közhelyekben lehetne válaszolni. Az emberi fiúkora az első szerelemnek, a második szerelem, a harmadik szerelem. Itt váltunk emberré. És azok a régi vágású tanárok, tanárurak, akik bennünket tanítottak, alapozták meg azt, amivé váltunk, és ahogy meg tudjuk állni a helyünket az életbe. És ön szerint mi az, amit kellene, hogy a tarisznyájukba tegyenek majd itt a gimnazistáknak a ballagáson egy pár hónap múlva a vasvárisoknak? Hát én azt gondolom, ugyanazt, mint eddig, erkölcsöt, hitet, tudást és tartást, mert az összes többi megszerezhető. Nagy-nagy szeretettel jöttem ide vissza. Hát 20 éves érettségi találkozunk volt most tavaly, és ahogy itt visszagondoltam és visszaemlékeztem, hát életem legszebb 4 évét töltettem itt, és a sportban nagyon szép sikereket értem el, és ebben természetesen az iskola nagyon közre játszott, a tanárok, akiket nagyon szerettem, a légkört, az osztálytársaim, tehát minden. És nagyon-nagyon büszke voltam az iskolámra, és mai napig is büszke vagyok, hiszen folyamatosan az ország legjobb sportos középiskolája volt, és az mai napig is. Én csak jót és szépet tudok mondani, nagyon szerettem gimnáziumban járni. Azért szerethettem gimnáziumban járni, mert ide jártam a Vasvári Pál gimnáziumban. Nagyon kalandos életünk volt, úgy éltünk, mint egy nagy család. Nagyon szuper tanáraim voltak. Nagyon nagy szeretettel emlékszem rá. Egyébként is úgy gondolom, hogy a tanári, a pedagógus hivatás talán a legfontosabb az egész világon. Mindent a tanárainknak köszönhetünk. Én magam nagyon sokat köszönhetek Bezerédi tanárnőnek, Ákos tanárnőnek, akik a biológiát, kémiát belém verték. Tudnék, ha ők nincsenek, akkor én most nem ott vagyok, ahol vagyok. Jó hangulatú, fiatalos, jópofa iskola volt. Én azt mondom a mostani vasvárisoknak, hogy semmivel sem rosszabb a helyzet, csak más, mint annak idején 32 évvel ezelőtt. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy kell tanulni, mint annak előtte, és ne fájjon a fejük, mert hogyha ebbe az iskolába végeztek, akkor biztos boldogulni fognak az életben. Fantasztikus érzés. Egyszerűen nem lehet kifejezni szavakkal, hogy mennyire örülök, hogy itt lehetek a régi iskolámban a régi tanáraimmal és ebben a közösségben. Mikor 8-os voltam az általános iskolában, ugye akkor már akkor tudtam, hogy egy énekzene tagozatos gimnáziumba szeretnék járni, és a Vasvári Pál gimnáziumot láttuk ezt ennek a megfelelőnek, és nagyon sok jót hallottunk erről az iskoláról, és tényleg ezek az évek határozták meg azt az énekzenei tudásomnak a fejlődését. És mi az, amiben most láthat a közönség téged az Operett Színházban? A Tavasz Ébredés című műzikelben, ami Szájgomban, aminek ebben az évben volt a bemutatója, a Szépség és a Szörnyetek című műzikelben, amellyel Németországban is turnézunk, Szerdán Tavasz Lesz című operettben. Mi az, amit adott önnek a Vasvári Pál gimnázium? Tulajdonképpen siker, kitartás, és tulajdonképpen ennek megvan az eredménye, egy eredményes élet. És mi az, amit üzenni lehet ilyenkor? Ha jól tudom, akkor a lánya is vasváris volt, és nyilván ennek is megvan az oka. Így van, megvan az oka. Én azt mondom, mi beszélgetünk itt a szülőkkel, hogy igenis nagyon fontos, hogy vannak a Nyíregyházán sztár gimnáziumok. Én ide sorolom a Vasvári Pál gimnáziumot is, és én azt mondom, hogy minden, ami a mai világban szükséges hozzá, hogy egy
gyerek tehetsége mellett mindent megkapjon, azt ebbe a gimnáziumban megkapja. Tehát igen, ide járt a nagyobbik lányom is, és én azt mondom, hogy megállt itt is a helyét, és meg fogja állni az életben is a helyét, és én azt mondom, hogy ez a gimnázium pontosan az, hogy 90 éves, nagyon fontos évforduló, de remélem a 100 éves évfordulóján az iskolának még több olyan arccal fogunk találkozni, még több olyan ismerősel, akik azt fogják erősíteni bennünk, hogy jól döntöttünk, és ez egy nagyon rangos gimnázium. Milyen kapcsolatban áll ön a Vasvári Pál gimnáziummal? Nekünk egy nagyon jó baráti viszonyunk alakult ki igazgatónővel, Kovács Ágnessel, és a természettudomány és informatikai karról egy tudományos diákköri tevékenységet indítottunk el úgy 1-2 évvel ezelőtt. Nem csak ezt a gimnáziumot kerestük meg, hanem a város szinte minden gimnáziumába eljutottunk, és igazság szerint a tehetséges gyerekeket szeretnénk talán mondhatom, hogy kiemelni, támogatni, motiválni a természettudományos tantárgyak kapcsán kutató munkában. És eljutottunk ide a Vasvári Pál gimnáziumba, és igazgatónő nagyon nyitott volt, és voltak olyan érdeklődő, motivált gyerekek, akik nagyon szívesen részt vettek ebben a munkában, és pályázatokat adtunk be, és nagyon, hát nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy eddig 3 pályázatot adtunk be, és mind a 3-at megnyertük, és az azt jelenti, hogy 13 gyerekkel vagyunk kapcsolatban, akik nagyon szívesen jönnek hozzánk dolgozni. Ezek a kutatások, mikrobiológiai kutatások, illetve fizikához kapcsolódó kutatómunkák. És a továbbiakban vannak további terveik is ebben a téma továbbfejlesztésében esetleg, vagy még több gyereket bevonni majd innen a gimnáziumból? Igen, mindenféleképpen, mert ezeknek a gyerekeknek lehetőséget adunk abban, és arra, hogy a eddigi részmunkájukból is már bemutatkozó előadásokat tartsanak, nem csak a Nyíregyházi Főiskolán, hanem itt a többi gyerek előtt is. Ezek a gyerekek ezt nagyon büszkén vállalják, és úgy érezzük, hogy nagyon nagy örömmel vállalják ezeket a feladatokat, és tavaly például középiskolai tudományos diákköri versenyt rendeztünk, ahol innen is, ebből a gimnáziumból is indultak gyerekek, és nagyon szép eredményeket értek el. Ezekre az eredményekre ezek a gyerekek büszkék. A többiek, akik még nem kapcsolódtak ehhez a programhoz, nyilván egyrészt késztetést éreznek, másrészt pedig ők is mondhatják magukról, hogy talán ők is tudnának ilyenfajta tevékenységet, kutató munkát végezni, és mindenféleképpen én azt gondolom, hogy jövőre is fogunk pályázni, és más gyerekeket is várunk majd a programban, mert elő is írja a Vekerle Sándor alapkezelő, hogy mindig új gyerekeket és új témákkal próbáljuk meg az elkövetkezendő pályázatokat. Egy 90 éves gimnázium mit jelent egy város életében? Hát, hogy a 90 éves gimnázium mit jelent egy a város életében, az nem is olyan egyszerű dolog, hiszen Nyíregyháza, mint megyeszékhely, egyébként is elég markáns múlttal rendelkezik, hiszen nagyon érdekes módon alakult ki ez a város, nagyon szép történelmi múlttal rendelkezik, és nagyon, nagyon az itt lakóknak a nagy elszántságával lett ez megyeszékhely, ez a település. És hát egy ilyen településen azok az iskolák, amelyek meg tudtak maradni, meg tudtak ragadni, azok nagyon szorosan kötődnek ehhez a településhez. Ez a 90 éves évforduló itt az alapítványi bál kapcsán különösen is emlékezetes lesz mindenképpen, hiszen ez a gimnáziumnak az első alapítványi bálja, másrészt pedig Kovács Ágnes igazgatónőnek az első igazgatói éve is, és ez mindenképpen a 90 éven belül egy új kezdet ígéretét is adja. Én mindenképpen azt látom, hogy a friss erő és az elszántság, amit a gimnáziumban megmutatkozik a vezetés és a tantestület részéről is, az ígéretes jövőt ad ennek az iskolának. Hogy a városban, hogy milyen szerepet tölt be az iskola, hát azt tudjuk, hogy mai időkben sajnos az iskolás gyereklétszám nem úgy alakul, ahogy azt mondjuk az iskolában dolgozók szeretnék, tehát tulajdonképpen meg kell küzdeni a gyerekekért, és ehhez eredményeket, teljesítményt kell produkálni az iskolának. Én úgy gondolom, hogy a Vasvári Pál gimnáziumban a jelentkezési adatok is azt mutatják, hogy ez az iskola nagyon jó úton jár, és mindenképpen a város és a megye azon iskolái közé tartozik, amelyet a
az iskolát választók figyelemmel kísérnek, és hál' Istennek be is jelölik, és el is jönnek ide a gyerekek. Itt évente 5 párhuzamos osztály indul, ez nem egy kis iskola, 5 osztályt megtölteni úgy, hogy azok a gyerekek itt eredményesen töltsék az idejüket, az nem kis feladat a tantestülettől és az iskola vezetéstől is. Gratulálok az iskolának ehhez a szép rendezvényhez, amit most itt meg tudtak valósítani, és én úgy hiszem, hogy ahogy említettem az elején a riportnak, hogy a 90 évben belül ez most egy új kezdetet is jelent.